Valamikor a város a főszervező a könyvtár kivitelezésében, máskor a nagycsaládosok egyesülete a gazda, az évente többször megtartott családi napnak Bátaszéken. Hogy ki szervezi, a kívülálló számára valójában lényegtelen, hisz mindkét részről egy remekül együtt dolgozó szervező csapatról van szó, akik félszavakból is értik egymást. A bátaszéki családok vevők, úgy tűnik mindenre, hogy a modern szabadidő parkká átalakított egykori játszótéren a mai Bézigheim Parkban egy egész napot betöltő jamboriban legyen részük, amelyen a szülők is találhatnak maguknak szórakoztató elfoglaltságot, nem csak gyerekeik. Nagyon sok segítséget kapunk a várostól, tehát különböző pályázatokon tudunk indulni, ami segíti a mi munkánkat. Ez visszafelé úgy működik, hogy mi segítünk a városnak programokat kitalálni, vagy csatlakozunk olyan programokhoz, amit a város hozott létre. A mai rendezvényt a könyvtár a főszervező, de mivel ma lett volna a zsibvásár a piac téren, így most a város idehozta a zsibvásárt. A nagycsaládosok viszont statisztálnak, tehát mi zsíros kenyeret kenünk, süteményt kínálunk, játszunk a gyerekekkel, kézműveskedünk. Semmi sem kötelező, szabad a választás, spontán módon azért persze szerveződnek közkívánatra olyan játékok, amire az iskolában ritkán vagy egyáltalán nincs lehetőség. Ha arra van igény, hogy mi most sorjátékozzunk velük, akkor sorjátékozunk, ha arra van igény, hogy rajzoljunk velük, akkor rajzolunk, de hogyha egy biciklis versenyt vagy egy kosárversenyt kell lezongorázni velük, az sem probléma, és ugye hát a sakk az pedig egész délután, tehát a gyerekek nagyon élvezik. Amíg a gyerekek vonatoztak, csúszdáztak, ugráló várasztak, a szülők így szeptember vége felé akár a gyerekneveléssel kapcsolatos napi aktualitásokról is szót válthattak. A nagycsaládosok egyesülete kezdeményezésével olyan súlyos kérdésekben is, mi legyen a hátrányos helyzetű gyerekek további oktatásával, ha esetleg újra hagyományos oktatás szünetel. Mi legyen azokkal, akik otthon semmilyen digitális eszközzel nem rendelkeznek. Amikor az előző hullám ment, akkor mi próbáltunk a gyerekeknek egymás között tanulócsoportokat kialakítani, ahol nem volt laptop vagy egyéb informatikai eszköz, ott próbáltuk összehozni a családokat, hogy valamilyen szinten mindig volt valaki, aki segített a gyerekeknek a tanulásban. Azokra is gondolnak Bátaszéken, akiknél nem segít, nem hatékony a digitális oktatás. Mi ezt úgy próbáltuk megoldani, nagyon sok főiskolásunk van, nagyon sok olyan nyugdíjas, nyugdíj közeli tanítónénink van, aki azért nálunk az egyesületben segített ez ügyben, és kis csoportokban, tehát 2-3 gyerekkel foglalkozva próbáltuk megoldani, áthidalni ezt a problémát. A nagycsaládosoknak egyébként is egyik kedvenc helye a hétköznapokon a Bézigheim Park. Ha nincs az évi 3 róluk nekik szóló nagy rendezvény, akkor is, szinte bármelyik napon, ha csak egy tracspartira is, összegyűlik néhány család, gyerekestül itt, a jó levegőn, viszonylag csendes helyen, remek természeti környezetben.